több száz ízelt lábút, köztük óriás pókokat, sáskát és rovarpreparátumot vert egy szemügyre a közönség az eszéki Portanova bevásárló központban a madár és rovar kiállításon. A különleges állatokat Németh József magyarországi pókgyűjtő hozta el a megyeszékhelyre, akinek a gyűjteményében ritkaságok és szelíd példányok is megtalálhatók, melyeket bárki megsimogathat, vagy akár kézbe is veheti. Bár megjelenésük sokak számára rémisztő lehet, a legtöbb madárpókfaj nem jelent veszélyt az emberekre, és néhányuk akár házi állatként is tartható. Tudtuk meg Németh József szenvedélyes pókgyűjtőtől, aki Szlovákia és Románia után Horvátországban is bemutatta kedvenceit. Józsefre több mint 20 évvel ezelőtt egy barátja bízta rá a madárpókját, amit végül meg is örökölt. Az állat pedig annyira belopta magát a szívébe, hogy ma már egyedi gyűjteménnyel rendelkezik, amelyet szívesen visz kiállításokra. Elmúlt 20 éve történt egyébként, a barátom külföldi munka, nem volt kire bízza a tarantuláját. Én elvállaltam, a fél évből lett egy év, végül megörököltem tőle, jött még egy, és akkor volt már gyűjteményem, hogy Németországba utazva láttam egy kiállítást, tehát kíváncsiság elmegyek, és nekem alapból már akkor több volt. A madárpókok vagy tarantulák nagy testű szőrös pókok, amelyek az egész világon megtalálhatók, legfőképp trópusi és szubtrópusi területeken. Rendkívül erősek és gyorsak és aktív ragadozók. Változatos árnyalatokban pompáznak, küllemre félelmetesek, de valójában békés állatok. Erről a közönség személyesen is meggyőződhetett, egyiküket a vállalkozó szelleműek kézbe is vehették. Hát elsőnek általában az a reakció, hogy nem szaladgálnak itten. A másik az, hogy nem hagyunk-e itt belőle, de általában el szoktam mondani, hogy a következő kiállításra is kellenek, úgyhogy nagyon vigyázunk rájuk. És mivel látható, hogy ezek teljesen zárható teráriumok, tehát semmi veszély nincs ebben, ráadásul embere nem veszélyesek, de ugye javarészt az emberek félnek. Mert ráadásul meglátják itt a 20 centis pókokat, még jobban beparáznak, de tehát javarészt tetszik nekik, és utána meg is fogják, felbátorodnak, mert ugye kézbe lehet venni a pókot, és általában úgy mennek el innen még a pókfóbiás is, aki bejön, hogy ő pókfóbiás, még ő is úgy távozik, hogy nagyon tetszett neki, és a pókot is megfogta. A kiállítás egy különleges világot mutat be. Aki ott volt, az rengeteg érdekes információt megtudhatott ezekről az egzotikus állatokról. A tarantulából 1050 faj van. Itt valójában minden kontinensen megtalálható, de ez az alfaj. Négy tüdős póknak is mondják, teljesen más jellege, más mentalitása van. Igazából nem halálos a marása, ami nagyon fontos. Nem támadó, hanem védekező állatok. Ezek nappal rejtőzködő életmód, de minden, ami itt van, éjszakai vadászok. 70 féle madárpók, azaz tarantula. Nagyon sok sáskát hoztunk, érdekes bocsáskákat, és még preparátum, ami óriás, egzotikus, nagy rovarok, bogarak, ezek ki vannak preparálva, vitrinen keresztül megnézhetők. Nem beszélve a selfie parkról, mert nem mindenki szereti a pókokat, 3D-be lehet a szupersztárokkal fotózni, szelfizni. Egy ilyen ízelt lábú óriás nem igényel különösebb gondoskodást, ezért egyre több lakásban megtalálható házi állatként. Fontos azonban, hogy felelősen bánjanak velük. A madárpók gondozása nem bonyolult, József azt szokta mondani, hogy ezek a legjobb házi állatok, mert nem ugatnak, nem nyávognak és nem kell őket sétálni sem vinni, de hirtelen fellángulásból senkinek sem ajánlja, mert alapkövetelmény, hogy a gazdi szeresse az állatát és örömét lelje benne.